Köszönjük, Tünde! Köszönjük, kívánok nap, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket én is a Kultúrfalu című beszélgetés sorozat júniusi estén, itt a Laguna Mauritiusban. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Bartóczi Sándor építészmérnököt, urbanistát, Budapest főtájépítészét. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Ahogyan Önök azt már megszokhatták, az est az három részből áll, először 40-45 percet ketten fogunk beszélgetni a vendéggel a pódiumon, kicsit összeverjedünk. Utána jön egy közös vacsora, majd az est harmadik részében a beszélgetés második etapjában az Önök kérdéseit fogom feltenni a vendégnek. A vacsora előtt, közben és utána Tünde fog segíteni azzal, hogy mindenki a kis papírlapokat arra kell tudják írni a kérdéseiket, és utána második körben az Önök kérdéseit olvasom fel vendégnek. Ugye az is egy szokás ezek előtt, az estek előtt, hogy mesélek egy vagy két rövid sztorit, ez most nem fog megtörténni, hanem két idézet. Ez az, amit elmondok, az első idézet, ezt a legvégig később egyeztettem, az első idézet az Lányi András ökológus, ökofilozófus professzortól való, aki a következőket mondta, hogy a környezetvédelem, mint szó, hát az egy marhaság. Mert hogy az ökológiai szempontú cselekvés, az nem a környezetet védi az emberrel szemben, hanem az emberhez méltó életet próbálja támogatni az egyre fúcsább környezetünkkel szemben. Ez az első idézet, a második idézet pedig Sándortól származik, egy kicsit rövidebb, de számomra ugyanezt jelenti, aki egy interjúban egy ponton a következő mondta: ahol lószar van, ott van fecske is. Ilyesmikről fogunk beszélgetni, Szivacsvárosról, Lepényvárosról, Zöldsivatagról, Mélegerőről. Én miközben készültem erre a beszélgetésre, egy kicsit úgy éreztem magam, mint hogy Csukás István mesében. Ha megengedik, akkor én is leülök, és ülve fogunk beszélgetni. Legelőször a budapesti tájépítészetnek azokról a kérdéseiről, amelyek valamilyen módon érintik Csepelt, a csepeli közösséget. Ezek között több olyan is van, ami nem is feltétlenül kifejezetten fővárosi hatáskör alá tartozik, de biztos vagyok benne, hogy a vendégünknek van véleménye, gondolata, víziója ezekről a területekről, a problémákról. Viszont a legelső kérdés hagyományosan nem ilyen szerves, amit belecsapunk a lecsukba, és valami teljesen máshoz kapcsolódik. Az én első kérdésem pedig az, hogy miért nem szereti maga a felhőkarcolókat? És ezt pedig azért kérdezem, mert azt figyeltem meg a vendégünknek, Arózi Sándornak a megszólalásaiban, hogy 20-as pózus volt a legkomolyabb konfliktusokról is, a legnagyobb problémákról is beszélni. Egy olyan téma van, ahol éreztem, hogy egy kicsit így az indulat megjelenik a hangjában, amikor a felhőkarcoló szót kiejti, ez néha előfordul interjúban. Szóval értse tágabban, hogy mi a probléma a felhőkarcolókkal. Bécsben is van felhőkarcoló, különben van egy olyan negyed, ahol felhőkarcolókat építenek. Most Szaúd-Arábiában egy 500 km hosszú felhőkarcoló szalagot kíván építeni, teleültetve fákkal, meg növényekkel. De azt érzékelem a megszólásaiból, hogy amikor megemlíti ezt a szót, hogy valami probléma van ezzel a dologgal. Mit lehet erről elmondani? Igen, ugye az a koncepció, hogy a magas házakat tegyük egy ilyen vertikális paluvá, az ökorkozikétől származik a 20-as, 30-as évekből, és ugye ott az volt az urbanisztikai elképzelés, hogy ha ezt megtesszük, akkor viszonylag kicsi alapterületen tudunk sok embert elhelyezni, és akkor nagyon sok hely marad az őszörnyelteknek. Az első lépés az megtörtént, hogy egyre magasabbak lettek a házak, kialakultak olyan üzleti negyedek, nagyon sok történeti városban is, ahol gyakorlatilag fölfalt a történeti város, ez a magas házépítés, Európán belül is elkezdődött, tehát mondjuk most a Londont megnézzük, akkor a 2000-es évek elején kezdődött az uborkával, aztán most, hogyha valaki 20-30 éve nem járt onnan, akkor elcsodálkozik, hogy ez már mekkora amplitudóval mozog. Ami
aminek a város szerkezetre a következményei szoktak általában lenni. Tehát ugye precedens teremt, és az egyik magas ház hozza a másikat, amitől egy iszonyatosan nagy sűrűsödés következik be, tehát nem az történik, hogy felszabadul a terület a zöld területek számára, hanem az történik, hogy nagyon sok ilyen magas házat kapunk, amitől elindul egy ilyen üzleti negyed kontra alvóváros antagonizmus, tehát járunk be a belső területekre nagy távolságból azért, hogy ott dolgozzunk, eldugítjuk az összes utat, keletkeznek a dugók, ez generál egy olyan közmű állapotot, tehát hogy egy sűrűbb házaknak kell szélesebb csatorna, szélesebb víz, stb. Stb., amit nem az a fejlesztő fizet meg, hanem gyakorlatilag a város fizet meg, a fejlesztő pedig viszi a hasznot. És ennek a következménye aztán az, hogy élünk egy egészségtelen város szerkezetben, ahol az ingázások száma megnő, a környezeti terhelés megnő, és nem kapunk több zöld felületet. Na most nyilván van létjogosultsága a magas házaknak nagyon sok helyszínen. Ilyennek tudom elfogadni például Hongkongot, vagy adott esetben Manhattant, ahol ezek kikötő városok, kevés a hely, és ez gyakorta generál a problémát, hogy kis helyen sok funkciónak kell elférnie. Budapest nem ilyen. Budapest áll egy elégségi belvárosból, aztán van egy hatalmas nagy korábbi ipari rozsdaterzeti zónája, ahol nagyon sok helyen mondjuk a logisztikai raktározási funkciókon kívül nem történik nagyon sok minden. Tehát én légvonalban a parlamenttől nagyon sok olyan rozsdaterületet fel tudok sorolni 5 kilométerre, ahol a legfontosabb gazdasági tevékenység ma az, hogy leégetjük a részkábelről a műanyagot, és megpróbáljuk eladni a részként, vagy esetleg mondjuk belüljük magunkat, mert ott el lehet bújni. És ez a maximum, miközben ezek olyan területek, ahol lehetne egy jó a belváros tehermentesítő intézményi zöld felületi gyűrűt létrehozni az iparterületnek a romjain, és ebből hatalmas tartalékok vannak állami tulajdonban, vagy adott esetben mondjuk nem köztulajdonban, hanem mindenféle tulajdonosi szerkezetben, de átalakulás előtt állva, és ez nagyon sok terhet tudna levenni a belvárosról, és nincs szükségünk arra, hogy igazából magas házakba gondolkodjunk, ugye? Nagyon sok megyeszékhely a 70-es években úgy próbáltam egy nagyvárosiasságát definiálni, hogy legalább egy magas házat épített, ami legalább a templomtoronynál is magasabb volt, és akkor így próbálták hangsúlyozni azt, hogy hát ők is városok. Egyről kettőről már tudunk, hogy azóta lebontotta ezeket, ugye Pécsen történt például egy ilyen ikonikus magas háznak az elbontása. Tehát, hogy sokkal inkább előtérbe került ez az élhetőbb jelleg, és én azt gondolom, hogy mondjuk egy nagyvárosban az élhetőséget nem tudja egy magas ház garantálni. Szociálisan is az látszik, nagyon sok ilyen lakótelepi szociális tanulmány is keletkezett, hogy a negyedik szint fölött ott azokban a házakban a szociális állapot az a szintszám emelkedésével romlik. Tehát, hogy még a negyedik emeletről kiengedem a gyereket a közeli játszótérre, és rá tudok kiabálni, hogy gyere haza, mert kész a vacsora. Egy 10 emeletesben már nem biztos, hogy ezt meg tudom tenni. Egy 4 emeletes ház magassága az nagyjából egy olyan 15 méter körül van,
és a legtöbb fa az 20 méter, 26 méter magasra tud nőni, tehát még túl tud emelni a házakat, az egy ilyen állományklímát teremt. Ha fölülről ránézünk egy négyszintes társasház, vagy lakótelep, vagy bármi egyéb beépítésre, akkor azt még zöldnek látjuk. Egy magas háznál már csak a betont látjuk, meg a abiotikus felületeken. Tehát, hogy ez a ikonikus szaúd-arábiai sivatagba épített magas házkomplexum, vagy akár beszélhetünk egész Dubájról, azt szerintem egy ökológiai tévcselekedet úgy önmagában is, tehát hogy gazdag arab városállamok, akiknek jelenleg még rengeteg az olajból rengeteg gazdagságuk van, de többbe kerül náluk a víz, mint az olaj, és importra szorulnak belőle. Vagy adott esetben mondjuk borzasztó nagy energiabefektetés árán a sósvízből állítanak elő vizet. A talajt, a munkaerőt, az építési anyagokat mind-mind Indiából, Kínából, Fülöp-szigetekről szerzik be, pénz nem számít alapon. Tehát, hogy ez nem egy fenntartható dolog. Hogyha elfogy az olaj, az az erőforrás, amikor ezek a városok építkeznek, akkor nagy valószínűséggel ezek a területek vissza fognak térni arra a szintre, ahonnan elindultak. Tehát, hogy fejre áll ez az egész történet. Köszönjük szépen. A csepeliek számára több is, de van három olyan övezet itt a környéken, ami nagyon fontos a közösség számára, és véletlenül az, hogy mi történik ezekkel az övezetekkel, annak vannak tájépítészeti szempontjai. Ezekkel most végigmennék. Az első az a legnyilvánvalóbb, mert talán legaktuálisabb téma, az Észak-Csepeli területnek a rehabilitációja, ami a Csepeli Közpark néven futott a terv. Legutóbb annyit lehetett az újságban olvasni, hogy Lázár János halál listájára rákerült. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy mi a koncepciója ennek a közpártnak. A másik pedig az, hogy ez a mostani állapot a fejlesztésnek, mármint az, hogy megrekedt, ez egy ilyen tetszön halotti állapot, vagy pedig egy teljesen új koncepciót kell ahhoz kidolgozni, és egyszer majd lesz belőle. Valami, hogy a Bardasz is Ándor mondta, hogy az ő munkája az egy ilyen négydimenziós tevékenység, hogy van egy három térdimenzió, mert amit ő csinál, annak az eredménye, hogy 50 év múlva fog igazából kiteljesedni, tehát minden egyes újratervezés az 50 évet ismét elindítja. Szóval mi a helyzet az Észak-Csepeli Közpark terveivel és egyáltalán azzal a területtel? Igen. Azt kell tudni az Észak-Csepeli Közparknak a gondolatáról, hogy ez gyakorlatilag már a 90-es évek végén elkezdett megfogalmazódni. Amikor a Schmidt Pál még főpolgármesteri jelölti kampányt folytatott, akkor a Csepeli Közparknak a létesítésével kampányolt. Ez ennyire régi történet. Ugye, amikor a Csepeli Szentgyi Szitintónak a helyét próbálták kijelölni, akkor nagyjából az első helye az volt, ahol ma Csepeli Közparkot gondoljuk, hogy legyen. Az akkor fővárosi tulajdonú terület volt. Majd rájöttek arra, hogy nem túl jó ötlet a Rátkövér és Soroksári Dunába még a tisztított szennyvizet se belepumpálni, mert hogy alul fölül egy zárt rendszerről gyakorlatilag egy szabályozottól meg erről beszélünk, ami nem tud rendesen frissülni, leülülni. És akkor az akkori fővárosi vezetés, a Denszki vezette főváros és az akkori csepeli vezetés megegyezett abban, hogy az északi szabad kikötő fölötti területet, ami csepeli tulajdon volt, elcserélik erre a fővárosi területre. Tehát Csepel birtokába került az a terület, amiről most beszélünk, hogy egyszer majd közpark lehet. És a főváros pedig megvalósította ezt a központi szennyvíz tisztító beruházást azon a másik oldalon, a Nagy-Duna felüli oldalon. Így most a tisztított szennyvíznek a jelentős része mínusz a
Pest Erzsébeti szennyvíztisztítónak a tisztított szennyvízemmel az továbbra is a Ráckevei Soroksári Dunát szennyezi. Gyakorlatilag a Duna a fősodrába kerül, és ott tulajdonképpen nem okoz olyan borzasztó nagy vízminőségi problémát tekintve, hogy az egy élő folyó. Néhány kilométer alatt ez a tisztított szennyvíz, ami egyébként tényleg a legmagasabb biológiai fokozattal van tisztítva, nincs különösebben érzékelhető hatása a vízminőségre. A Duna egyébként egész Budapest területén már a 5-ös vízminőségű, tehát a legjobb vízminőséget érte el. Nyilván nem innánk belőle, de például a 73-ban betiltották Budapesten a fürdőzést, mert az akkori vízminőség 3-as volt, és ha valaki megfürdött a Dunában, akkor valószínűleg ilyen olajfoltokkal tarkítva jött ki belőle, csillan jött beleérte. De hogy mostanra pont azért, mert hogy gyakorlatilag az ipar, az, a nehéz ipar az megszűnt Magyarországon, vagy nagyon erősen visszaszorult, ezért a Dunának a szennyezettsége az nagy mértékben csökkent, és a vízminőség pedig ezzel párhuzamosan javult. Na most az akkori csepeli önkormányzat ezt a területet nem tartotta meg, hanem privatizálta, és első körben erre a területre volt egy építészeti urbanisztikai pályázat, ami itt Csepel szigetcsúcson egy új Manhattan magasházakat képzelt el, ami szerencsére nem ment tovább ez a tervezés, majd megvásárolta egy spanyol hátterű ingatlanbefektető cég, aki ide már egy kertvárosi területet szeretett volna létrehozni. Ezt az ingatlan fejlesztőt, ezt a 2007-es ingatlan fedezeti világválság vitte el. Milyen jó, hogy vannak válságok. És tulajdonképpen az utáni való etapban lángolt föl ez a Budapest pályázó az olimpiára a láz, és úgy került ez a terület megint fókuszba, hogy részben a Vitupi korábbi területén, ugye a Csepel északi szigetcsúcstól még egy picit északabbra, mint pedig ezen a Csepeli északi szigetspiccen valósuljon meg a budapesti olimpiának egy nagyon jelentős beruházása. És miután az olimpiát leszavazták, vagy pontosabban ugye elindult egy ilyen politikai kezdeményezés, ami aztán ezt parkoló pályára tette. Azután elindult ez a urbanisztikai irányelven csak lopként, vagyis lopakodó olimpiaként apostrofált művelet, ahol gyakorlatilag annak álcázva, hogy a korábbi Questor területen elindul egy diákvárosfejlesztés, az Észak-Csepelen pedig egy központfejlesztés, tulajdonképpen az olimpiának, egy reménybeli későbbi olimpiának a létesítmény infrastruktúráját kezdték el megvalósítani. Gyakorlatilag az az atlétikai stadion, ami már majdnem teljesen elkészült, az is ennek a lopakodó olimpiai programnak a része. És ugye ennek az oldalvizé volt az az ígéret, hogy Csepel északi szigetcsúcson lesz egy közpark, ami ténylegesen szabályozásilag is már nagyon régóta közparki övezetben van, de ugye a közparkokról az építési törvény azt mondja, hogy maximum 3%-on építhetőek be. Na most itt Csepelen sikerült egy olyan szabályozást elfogadni, ahol rögtön a közparki szabályozás azt mondja, hogy 10%-on lehet beépíteni. Tehát kivéve a egyedi bírót alapon. És ugye lett egy olyan kormányzati szerv a Budapest és agglomerációja fejlesztéséhez felelős szakállami titkárság, akinek lett egy
Budapest Fejlesztési Központ nevű háttérintézménye, vezetője Vitézi Dávid, akik elkezdték tervezni valóban a Csepeli Közparkot. Mi ezzel a BFK-val, ami létezett, egy viszonylag jó és korrekt szakmai együttműködést tudtunk létrehozni. Nagyon sok szakmai vitánk volt, de ezek szakmai viták voltak. Tehát például ezekben a vitákban az Észak-Csepeli Park kapcsán arról vitáztunk, hogy nagyon sok olyan objektumnak vagy elkerített sportterületnek a képe jelent meg a 38 hektáros parkon belül, ami valójában nem közparki funkciók, hanem sporttelepek, amiknek saját kerítésük van, azok sportegyesületek használhatják, ránézésre zöldek, de valójában tele vannak a bifüves pályától kezdve a mindenféle csarnoképületig, vagy pedig olyan területig, amit időnként mondjuk ilyen sátorral fednek be. Tehát nem klasszikusan közparki, mindenki számára használható területek. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogyha a kormány arról beszél, hogy zöld felület, vagy közpark, akkor valójában azt mondja, hogy sport terület, focipálya, vagy atlétikai centrum. Tehát, hogy ez a zöld, ez egy picit el van kérdve. És ezekben a vitákban tekintettem arra, hogy bizonyos területrészek, ilyen maradvány területe fővárosi tulajdonban maradtak, és a tulajdonos engedélyt kellett adni, illetve hogy maga a terv is csak úgy valósulhatott volna meg, hogy a főváros a saját tudományi szabályozási tervét ennek kapcsán módosítja. Ezért el voltak utalva párbeszédre, és ebben nagyon sok olyan engedményt tettek, és tudtunk kiharcolni, hogy ezekből a nagyon ideális méretű sportpályákból a közpark javára területeket szakítsunk ki. Tehát mondok itt arra, hogy az eredeti terv például tartalmazott itt egy hatalmas nagy vadvízi evezős pályát, amihez kellett volna építeni egy hegyet, mert hogy Csepel éjszaka az viszonylag sík, és mindez kerítések kellett volna körbe kerítve. Na most Magyarországon érthető módon a vadvízi evezés, hát úgy nincsen nagyon nincs sok olyan sportolók, aki vadvízi evezéssel foglalkozni, mert hogy nincs is ilyen természeti területünk. Tehát a szlovénok például a marhajók vadvízi evezésben érthető módon, mert ők vannak ilyen hegyvidéki vadvizek. És erről sikerült lebeszélnünk, hogy ez ne legyen. Vagy mondjuk volt egy hatalmas ilyen BMX pálya, ezek 5-10 hektáros területek, amik le lettek volna anyagítva a közparkból, egyébként hatalmas egy betonteknőt kell. És akkor itt is sikerült elérnünk, hogy hát ezt rakjuk a reménybeli hídnak a déli oldalára és második ütemre, tehát a Magyarországon a második ütem az általában soha nem fog megerősülni kategória, és a helyén legyen közparki terület. Ebben nagyon-nagyon jó haladtunk, ugye közben a VFK kiválasztott egy kiváló tervező csapatot, a esetre három tervező irodát, akik további szakértőket vontak be abban, hogy ez a park működőképes legyen. Ugye itt volt a koncepciótervnek egy bemutatója, gyakorlatilag már csak ilyen apró részleteken vitáztunk, amikor először megszűnt a BFK, utána pedig rákerült a medve halál listájára a projekt. És azért vagyunk ezzel kapcsolatban szomorúak, mert hogy ez az egész Észak-Csepeli Park egy olyan városszerkezeti elképzelésnek az utolsó láncszeme, aminek az első rajzát azt még a városegyesítés előtt rajzolták le. Tehát, hogy ez arról szólt, hogy az akkori Budapestnek a szélén létesüljön egy hatalmas nagy városi zöld gyűrű,
és ennek az első épülve volt a Városliget. De ez folytatódott volna délfelé, ugye a István mező, a jelenlegi Népstadion környéke, majd a Kerepesi temető, majd a Népliget, és ugye ezután határúti erdő, majd ugye ez a fordított C betű, ez itt Csepelen egy közparkban ér véget. Tehát ugye ez a pesti nagy zöldhívűnek, aminek bizonyos elemei megépültek, bizonyos elemei sajnos a beépítésnek egy nagyobb fokán vannak, ugye talán egy nagy arénából, arénapláza lehet, meg a Népstadion környékén is rengeteg új épület épült. De hogy az eredeti elképzelés az volt, hogy a pesti belvárost és a külső kertvárosi területek között létesüljön egy ilyen zöldhívű, és ennek egy nagyon szép eleme, és reményben jelenne továbbra is az Észak-Csepeli Park. Ugye ez a város, ez 50 évente képes egy új városi nagyparkot. Városi nagypark alatt a 25 hektárnál nagyobb városi zöld felületeket értem létrehozni, és hát a jó számom pont 52 évvel ezelőtt jött létre az utolsó nagyvárosi parkunk, ami a Pongai-szigeten jött létre, úgyhogy második és lenne egy újabb nagy park. De a Radó Dezső tendben azt számoltuk ki, hogyha például ez a nagy park létrejön, ami elsősorban állami forrásból jönne létre, akkor képesek lennék teljesíteni azt a nem túl izmos ígéretet, hogy a közterületi park jut, és ezt föl tudnánk emelni az évtizedényére 7 négyzetméterre. Ugye ez nekünk 226 hektárnyi új városi parkot kellene létesíteni. Vannak olyan területek, ami fővároson múlik, tehát mondjuk Pocsáros, Terüldesi erdő, olyan területek, ahol tudunk helyezteseket csinálni, ugye ennek az eleme a Künkösfürdői Park is a maga 7 hektárjával. Van egy csomó olyan kerületi terület, ahol képesek a kerületek önmaguk előre lépni ebben a kérdésben, de van két nagy állami terület, ez pontosabban három, de a második és a harmadik az a régi összefügg, ez a nyugati pályaudvar környéke és a Rákos rendező, mint zöld tengely, vagy részben zöld tengely, illetve a Észak-Csepeli Park, ami ebben a történetben az állami szerepvállalást itt a volna be. Ha mindezek 20-30 év megtörténtek volna, akkor tudnánk tartani ezt a 7 négyzetméter fő földfelületi ajánlásunkat. Hogy ez a 38 hektáros, vagy első ütemben 38 hektáros park hátrébb sorolódott, vagy alá listára került, ez bizony azt jelenti, hogy ez 20-30 évben biztos, hogy teljesíthető. És ugye ebben az Észak-Csepei Parkban van egy második ütem, ami ugye van a Galvani híd, ami ezzel együtt megvalósult volna. De a Galvani híd alatt és a francia öbölig szintén van egy olyan terület, ami második ütemben ehhez a parkzónához hozzá tudna csatlakozni, és erre előtervei a Budapesti Fejlesztési Központnak szintén voltak. Ez már egy komoly 100 hektáros park képét vetíteni előre. Ugye a legnagyobb nagy parkjai a Városliget, vagy a Népliget 100 hektár körüli. Tehát ott már egy elég komoly parkról beszélünk. Ez Csepel életében egy irtozatosan pozitív nagy változás tudna lenni. Ugye a halállistára azért került, mert hogy a Lázár János szerint például a közparti beruházások, amik nem közvetlenül gazdasági fölhajtó erőt jelentő projektek. Na most ezt azért próbálom cáfolni, mert hogy rengeteg olyan nálunk szerencsésebb fejlődési nagyváros ismerünk, akik már valószínűleg komolyan foglalkoznak azzal, hogy egy városi zöld felület az
gazdasági szempontból milyen többletértéket ad hozzá a városhoz. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy egy nagy zöldfelület környékén mennyivel emelkednek az ingatlanárak. Vagy arra gondolunk, hogy elég komoly kutatások vannak arra vonatkozóan, hogyha valaki rendszeresen használ városi zöldfelületet, az 5-6 évvel nagyobb életkilátásokkal bír, mint akinek a környezetében nincs ilyen. Hogy kevésbé betegednek meg a munkavállalók, vagy a gyerekek, és ezért a gyerekeknek a szülei is kevésbé esnek ki a munkából, hogyha valaki zöld környezet közelében élnek. Ezek mind-mind gazdasági hasznok. És egy nagyvárosban, ami borzasztó sok környezeti problémával terhelt, ahol irtózatosan már csak a közlekedés miatt is a stressz szint képes zöldebbé válni, az például Hollandiában, ahol ennek nagyon nagy szakirodalma van, azt hozták ki, hogy egy holland városban egy négyzetméter új zöldfelületnek a bekerülési értéke az egy évtizeden belül 6-szoros gazdasági hasznot hajt az adott városnak. Ezekkel a számoknak a magyarításával adósak vagyunk, mert hogy azért mindenütt figyelembe kell venni azokat a kereseti minden egyéb tényezőket, amikor ez kiszámolható, de én egészen biztos vagyok benne, hogy egy modern nagyvárosban szolgáltat nélkül működésképtelen. És ezért nagyon szomorú vagyok, hogy ilyen nagyon primér gazdasági, átmondó gazdasági szempontok miatt kerül egy ilyen fontos beirázási pakolatájára. Az jutott eszembe, hogyha a raftingra, vagyis padvízi elezésre Csepel nem is alkalmas, de az úgynevezett apadályi elezésre, ezt tapasztalatból tudom, a Ráckövei Duna nagyobb esőzések után igen, mert hogy a délpestnél nyaron rendszeresen szoktam elezni, a délpesti szennyvíztisztító telep vize ugyan tisztítva ömlik bele az RSB-be, de a nagyobb esőzések után bárki bármit is mond, nem. Aki ott szokott övezni, az tudja, hogy olyankor ott bizony szembe jön a dargos matéria, elég nagy mennyiségben akár, illetve a Molnár-sziget környéken látjuk, hogy nagyon erősen antrofizálódik is különben, a csatornának ezek a mellékágai, ezek már nagyon erősen elhasználódnak. A Budapest Fejlesztési Központ néhány évvel ezelőtt egy 57 milliárdos nagy tervet készített ezzel kapcsolatban. Valószínűleg az is teljesen meghallhatott, mint hogyha felszámolták volna magát a központot is. Budapesti tájépítészeti nézőpontból mik az RSD-nek a fő problémái, és mire kell törekedni, vagy mi az, amit meg lehet oldani. A legfontosabb kérdés számomra egyébként ez a szennyvíztisztító dolog, hogy néhány évvel ezelőtt biztosan sokan látták a Baranyi Krisztina 2 hetente készített videót arról, hogy valamit tenni kell, azóta sem történt semmi, és hát ugyanazokat a jelenségeket tapasztaljuk, szóval mit érdemes tenni az RSD-vel ön szerint, és mi az, amit lehet, mik a legfontosabb feladatok ezzel kapcsolatban, mit lehet erről elmondani? Hát először is egy kis történelem. Nem tudom, hogy tudja bárki is itt a teremben, hogy amíg nem történt meg a nagy pesti árvíz utáni folyamszabályozás ebben a térségben, Lágymányoson, Csepelen, és nem épült ki a Kassai zsilip, addig melyik volt a Dunának a hajózó ága? Igen, tehát hogy tulajdonképpen a szélesebb és a hajósok által használt folyóág az nem a jelenlegi Dunai főág volt, hanem a Ráckevei Sorsági Duna. Például Ráckeve, mint kikötő város, az így alakult. Amikor megépült a Kassai zsilip, majd délen is megépült a zsilip, akkor gyakorlatilag ezzel
sikerült hidjómederré tenni a Ráckevei Sarosági Dunát, mert hogy ha nincs természetes vízutánpótlás, hanem ilyen vízlépcsők közé kényszerítjük a folyót, akkor előbb-utóbb elkezdődik a fölviszakolódása. Maga a Ráckevei Sarosági Duna ág az iszonyatosan sokat veszített szélességétől. Tehát például Csepel környékén a Ráckevei Sarosági Duna mentén azért élvezhetnek a csepeliek egy rendkívül kellemes parkerdei, parkos zöld sávot, mert az korábban a Duna medre volt. Csak hát szárazra került, föltöltődött, föltöltötték, föliszapolódott, és ezeken a területeken keletkezett aztán zöld felület. Ahol van most épül a stadion, az korábban szintén a Duna medre volt. Azt természetesen töltötték föl, vagy mesterségesen töltötték föl, mikor a Kossai Zsilipet meg a Oszkor szigetet kialakították. És tulajdonképpen ez egyszerre átok meg esély, vagy lehetőség, mert hogy Budapest környezetében nincs még egy olyan Dunaszakasz, ami ilyen szabályozott víztesttel rendelkezne, ahol gyakorlatilag, mivel ki van zárva az árvízi védekezésből, tehát gyakorlatilag mentett oldalnak minősül. Itt a vízszín maximum fél métert, egy métert ingadozik, és ez nagyon alkalmassá teszi rekreációs célokra ezt a szakaszt. Ugye van egy tök jól sodrás nélkül hajózható, adott esetben fürdése is alkalmassá tehető, természeti értékekben gazdag, tehát hogy mondjuk a Molnár-szigeten nagy kócsalat látni, meg hasonlókat, úszólábot. Tehát van egy jó szabályozott, mesterségesen létrehozott, de mégiscsak természetközeli Duna-szakaszunk, aminek egyetlen óriási problémája van, hogy a délpesti szennyvíztisztító ide folyatja a tisztított vizét, és ilyen nagy esőzések után ez azért ez darabos, mert hogy Budapestnek a területének a jelentős részén egyesített a szennyvízrendszer, ami azt jelenti, hogy a WC-ből és az utakról származó esővíz az egybefolyik, és úgy kerül be a tisztító rendszerbe, és hogyha villámárvizekben nagy esők vannak, akkor ez nincs az a csatorna kapacitása, ami ez képes jó ütemben oda szállítani a tisztító rendszerhez. Ilyenkor működésbe lépnek a túlfolyók, és akkor a tisztítás nélkül belezúdul az egész szerves anyag mennyiség a Ráckevei Sarosági Dunába. Ennek egyetlen megoldása van, hogyha Csepelen keresztül kiépülne a Nagy Duna felé egy olyan rendszer, ami a tisztított szennyvizet a Nagy Duna sodorvonalára tudná átemelni. Ez önmagában óriási költség, de hogyha ezt hozzáteszem azt, hogy milyen rekreációs érték keletkezne ezzel, hogy amit a csepeliek 20 éven belül fürdeni tudnának a Ráckevei Sarosági Dunára, akkor lehet, hogy ez megéri. És ugye a kormányzati terv az volt, hogy van az a úgynevezett KEHO-plusz forrás, ez a környezeti és energetikai operatív program, energiahatékonysági operatív program, és ennek a Budapestre eső része az teljes egészében a Ráckevei Sarosági Dunára lett volna ráköltve, de ebből nem tudott volna például a teljes iszakkotrás, a szennyvíztisztítónak az átalakítása és minden egyéb ilyen környezeti program létrejönni, de egy élvezős pálya például igen, amihez mondjuk el kellett volna kotolni
40 hektár jelenleg erdőként üzemelő partszakasz is elhagyat. Olyan keskeny a rázkevés sorságon, ahogy a 9 trekkes evezőpálya, illetve a fölevezés lehetőség az már nem férne el. Tehát ebben van egy óriási környezeti kockázat, és a kotrás után mindig megjelenik egy ilyen alga virágzás, ami ugye, talán valaki emlékszik a ausztrál, illetve a dél-amerikai olimpiákra, hasonló módon azt történt, hogy az olimpiai játékok alatt zöldülött a víz. Ott is gyakorlatilag épp úgy készletek kotrásokkal és alga virágzás indult meg, tehát ez semmiképp nem tett volna jót a rázkevés sorsai Dunának. És igazából azt halljuk az Európai Uniónak a döntéshozói oldaláról, hogy ők maguk sincsenek arról meggyőződve, hogy ezt a forrást erre kéne költeni. Mert hogy az nem járja, hogy a teljes 7 éves ciklusban Budapesten ezt a típusú forrástól rengeteg környezeti és energiahatékonysági problémát ilyen egyébként megoldani házak szigetelésétől kezdve a fegyesorolja, tehát mondjuk a szennyezőközösségünknek a jobbításáig, erre az egy gigaprojektre menjen a pénz. De az egészen biztos, hogy a Ráckevés-Sorosági Dunaágban megvan ez a potenciál, és ezt meg kéne csinálni. Első körben a tisztító szennyvíznek a normálisabb megoldásával, és hát utána jöhet a főben. A BFK-nak a fejlesztési tervében olvastam, hogy ha megvalósul, vagy amikor majd megvalósul ez a revitalizáció, akkor az egyik különös technológiai problémát fog okozni, hogy a szennyvíztisztító telepnek a több évtizedes működése miatt ebben az iszapos, feliszapolódott talajrétegben olyan vegyi anyagok halmozódtak fel nagyon nagy mennyiségben, hogyha azt a hagyományos technológiával elkezdik kotorni, akkor a Ráckevés-Duna élővilága ott azonnal, hogy felkavarják ezeket a vegyi anyagokat, azokat elpusztulnak, tehát valami speciális módon kellene, vagy kell majd azt mindenképpen kotorni, hogy ez ne történjen meg. És ezzel kapcsolok át a harmadik csapeli témára, mert van egy olyan övezet, ahol szintén nagyon komoly talajszennyezések is vannak, meg mindenféle megoldatlanságok, ugye ez a legnagyobb kihívás a kérdése csapelnek, a csapelműveknek a kérdése, ami most már 3 évtizede valójában mindig vannak próbálkozások, meg így már azonosították azt, hogy miatt akad meg, miért nem lehet ez lehetségesen közül, hogy egy csomó oszlatlan közös tulajdonból. Hát az a dolog mégis budapesti tájépítészeti szempontból mit lehet elgondolni arról a területről, hogy mi lehet ott, ha nem is gyakorlati értelemben, de koncepcionálisan hogyan lehetne azt a Budapest tájépítészetébe szerves módon bevonni? Ugye az ilyen nagyon hányatotos sorsú rozsda területeknek mindig az elsőleges problémája, hogy a privatizáció során olyan tulajdonosi szerkezet alakult ki, hogy szinte lehetetlen ebben rendet tenni. Tehát nincs egyedül a csepelművek, hogyha arról utalok, hogy ezért nem történik semmi mondjuk a 8. kerületi Ganz területen, ahol bár nem lehet megoldani semmit, mégis a kínai piac közelében, ki tudja, hogy de lett egy OTP automata. Miközben tényleg ázsiai viszonyok vannak a területen, és van a kínai kolóniának egy saját rendőrsége is. Vagy ha arra utalok, hogy mondjuk a Népszigetet azért nem tudja senki se rendbe tenni, mert ott is olyan tulajdonosi szerkezet van, aminek a rendbetétele önmagában évtizedeket jelent. El kell kezdeni, az biztos, de hogy ehhez olyan külső piaci szereplők kellenének, akik érdekelté tehetik abban, hogy ne zöldmezős beruházásokban gondolkozzanak, hanem rozsdaterületi rehabilitációban.
és az önmagától nem tud eljönni, és itt elérkezünk szerintem az egyik legfontosabb évtizedes megoldatlan problémára, hogy az építésügyet, az építkezéseket, a támogatási rendszereket ebben az országban évtizedek óta mindig az új építéshez igazítják. Tehát valahogy az új építés a szent helyén, ahol több csokort lehet igényelni, ahol több családi támogatást, ahol adókedvezmények járnak, ahol tulajdonképpen egy önkormányzat, egy települési önkormányzatnak a képviselőtestülete viszonylag kevés papírmunkával, egy néhány milliós terv segítségével, szántó területből, erdő területből azonnal milliárdos értékeket teremt azzal, hogy szimplán átminősíti beépítés a szánk területét. Tehát, hogy ez mindig valahogy a könnyebb út volt, és soha nem társult ehhez ennek az átminősítésnek a megadóztatása. Tehát, hogy nem teremtődtek olyan viszonyok, amik egyébként sok országban vannak, tehát Izraelben vagy Írországban lehet látni olyan modelleket, ez az úgynevezett betterment tax, ami arra épít, hogyha én zöldmezős beruházást szeretnék csinálni, és átminősítek területeket, akkor borzasztóan sokat kell befizetnem a város, az állam kasszájába. De hogyha én rozsda területeket szeretnék újítani, akkor én állami vagy önkormányzati támogatásokat kapok erre. Tehát például mondjuk a környezeti károk vagy ártalmaknak a rehabilitálására. De hogyha már szóba került a budapesti vagy csepeli olimpia, akkor beszéljünk egy kicsit a londoniról. Én attól jobb urbanisztikai, városrehabilitációs folyamatot nem ismerek. Tehát ott Londonban egy olyan területet néztek ki a London olimpiának a levezénylésére, ahol a piaci szereplők azt mondták, hogy arra a területre ők nem akarnak fejleszteni, mert olyan környezeti gondokkal fűz. Ez egy tok negyed, egy nehéz ipari negyed, ugye itt keletkezett az a londoni smog, ami egy évszázadig beborította a várost, iszonyú nagy talajszennyezésekkel, olyan folyókkal, ahol 100 éve élő halat nem láttak, és azt mondták, hogy két dolgot csinálunk. Az egyik, itt lesz a londoni olimpia, és ehhez olyan alapvető infrastruktúrájú beruházásokat feszülnek, amik talajt tisztítanak, vízminőséget tisztítanak, romokat takarítanak el, és ehhez felhasználjuk a nemzeti motónak a bevételét. És a másik dolog pedig az volt, hogy miután megcsináljuk itt az olimpiát, azokat a csarnokokat már úgy tervezzük, hogy szétszedhető, és minden egyes tartóeleme, illére, gerendája egy vonalkódot tartalmaz, és előre megvan, hogy melyik vidéki tornatermet építjük meg belőlük. És ennek a helyén aztán csinálunk egy üzleti negyedet, egy lakónegyedet, és egy Queen Elizabeth Parkot a következő 25 évben. Mindezt egy olyan területen, ahol keresztül folyik egy ilyen szénszállító csatornává degradált, borzalmasan szennyezett folyó, a Lee, és ebben a Lee folyóban vagy patakban jelenleg obzódik az élővilág. Jó a vízminőség. Tehát, hogy igazából valami ilyen hasonló lépésre van szükség, de ehhez az egész országnak az adópolitikáján csavarni kellene együtt. Tehát például fölismerni azt, hogy egy régi lakásnak a felújítása az egyébként több pénzbe kerül, mert
először bontani kell, és aztán építeni, és annak több támogatást adott. Vagy egy rozsdaterületnek a rehabilitációja több pénzbe kerül, mert környezeti ártalommentesíteni kell, adott esetben mondjuk második világháborús bombákat kell még föltárni, és szükség van egy olyan programra is, ami a tulajdonokat rendezi, és oda háromszor annyi támogatást adok, és csak ott csökkentem mondjuk az építési áfát, és gyakorlatilag afelé irányítva a működő tőkét, hogy érdekelté váljon olyan területeknek a rehabilitációjában, amiben ma nem érdekel. Mert hogy élünk egy olyan országban, aminek a lakosai csökkenő tendenciát mutatnak. Élünk egy olyan településen, ahonnan kiköltöznek az emberek, hogy bejárnak aztán dolgozni, és közben veszettünk, támogatjuk azt, hogy ez még ígyebb legyen. Tehát úgy építünk mai szakmányban lakásokat, hogy fogy a magyar. Kinek? Miközben van egy olyan előregedett, nem komfortos, ki nem adható bérlakás állomány nélküli lakásállományunk, ami nincsen, tulajdonképpen nincs városrehabilitációs alapunk, amivel sokkal jobban kéne foglalkozni. Tehát, hogy nem állom újat beépíteni, új területeket bevonni ebbe a körbe, hanem arra az infrastruktúrára, ami már korábban kiépült, tehát vannak kiputak, vannak valamilyen közművek, ezeket a rozsdaterületekből élő és működő szerves területeket varázsolunk. Tehát szerintem a 21. századnak nem az a kihívása, hogy folytassuk azt, amit a 20. században elrontottuk, hanem az a kihívása, hogy felismerjük azt, hogy a rehabilitáció az legalább két polccal magasabban közelendő, mint az új építés. Az jutott eszembe, hogy a Betterment rendszert azt valójában kipróbálta igazából a kormány is. Ugye biztosan emlékeznek rá, hogy az önkormányzatoktól a helyi iparűzési adó felét elvonta, majd azzal a lendülettel odaadta a fideszes vállalkozóknak hotel és étterem fejlesztésekre. Ez tulajdonképpen megtörtént. Ez igazából kapcsolódik is már a következő kérdéshez. Az látható is, meg nyilván előtte is nyilvánvaló volt, hogy ha ebben a pozícióban lép, akkor az élete egy permanens konfliktus lesz. Egyszerűen csak azért, mert nincs egy játéktér, ahol lehet bárhová nyúl, ott a saját intézmény rendszerén túl egyeztetni kell a kerületekkel, akár több kerülettel, egy csomó esetben az állammal, nem csak a tulajdon, hanem a finanszírozás. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan előrelátható volt, hogy hát ez egy csomó esetben gondolom ilyen pendlizés, megegyeztetés, lehetőségkeresés, és csomó esetben valószínűleg edukáció is, a mélegelő projektnek, amikor volt körülött ez a médiafelváltás, és lehetett látni, hogy egyszerűen egy csomó nem tudják, hogy miről van szó. Tehát még egy ilyen edukációs dolog is van. A kérdés pedig a következő, hogy amikor elvállalta, hogy Budapest főtájépítésze lesz. Mi volt a fejében, hogy mi az, amiről azt gondolta, hogy na, hogyha ezt elérem, nem most 20-30-40 év múlva az fog megvalósulni, akkor úgy fogom érezni, hogy oké, ez rendben volt. Tehát mi volt az a vízió, ami hajtotta, hogy jó, vállalom ezeket a konfliktusokat azért, mert szerintem az jobb lesz a városnak, hogy mi volt a kép, hogy mit kellene elérnünk. Ugye a korábbi szakmai életem az kettős volt, egyrészt tanítottam, másrészt pedig terveztem. És egy nagyon pici részben szakújságíróként tevékenykedtem, de az gyakorlatilag majdnem a hobbi szint. Az építész fórumnak voltam sokáig külső szerzője, mint szerkesztője. És tulajdonképpen az első szakmában töltött 20 év az arról győzött meg, hogyha ezeket a területeket járom be, akkor nem túl sok hatással leszek arra az életem végén, hogy ebben a városban változom valami
zöld az az értékért legyen kezelve ebben a városban, mint egy egyébként a civil oldalról, a civil társadalmi oldalról egyre erősebb igény, amit mondjuk a politikai döntéshozói szinten még talán ma sem kezelnek a helyén. És igazából az én meglátásom az volt, hogy azért mondok igent arra a felkérésre, ami jött a Karácsony Gergely megválasztása után. Ahogy azt gondoltam, hogy eddig nagyon szépen sokat bírtam fölöslegesen, de hogy igazából aki sokat beszél, az most már csináljon is valamit. És nyilván nem gondoltam azt, hogy ez meg fogja váltani a világot egy 2 éves ciklus alatt, de tehát én a területi tervezőként tevékenykedtem nagyon sok munkámban. Voltak persze olyan terveim is, amik megvalósultak, vagy néhány éven belül mondjuk lett belőlük valami, de az alaptevékenységem az inkább urbanisztikai, vagy pedig még ennél is magasabb térségi szintű tervezés. Például a Hős-Nagymarosi per után a szigetközi vízpótlása, vagy az egész magyarországi Dunának a rehabilitációjával foglalkozni, vagy a Tisza inkább valószínűleg 25-30-50, vagy soha. És én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy ezek a munkák később érnek be. Tehát én nem kapok kétségbe esve, hogy még mindig nincs nagyon sok minden kész. Eleve azzal az elámmal vágtam ezzel a munkából, hogy megteremtjük a nagyon fontos alapokat ehhez az építkezéshez. Ugye csináltunk egy úgynevezett zifát, amit kereszteltünk Radó Dezsőről, a Főkertnek a korábbi ikonikus igazgatójáról, ami 20-30-ig meghatározza, hogy mit szeretnénk tenni. Csináltunk az összes nagy fővárosi, nagy falkos stratégiát, amik olyan alapokon építkeznek, hogy már kezdetben, mikor még semmi nem volt a papíron, elkezdtük kérdezni a falkhasználóknak a nagyon széles körét, hogy mit éreznek problémának, miből van hiány, mit szeretnének és mit nem szeretnének. Elkezdtünk kisebb zöld területeknek a koncepciók terveit, aztán engedélyezési terveink, kiviteli terveit dolgozni, tehát amit most itt végig mondok, az békeidőben minden egyes magyar és nem magyar önkormányzatnál 4-5-7 éves történet. Tehát amíg az első gondolatokból olyan tervek születnek, amire ki lehet írni a kiírózási közbeszerzést. A magyar önkormányzati rendszer úgy működik, hogy az előző ciklusnak a terveit, ahol esetben a terveinek a finomítását tudja vitelezni, és rábontal arra, hogy amit ő tervez, azt következő ciklusok tudják megvalósítani. És ez valóban jó is van így. Tehát, hogy ott van esély arra, hogy a jobbra-balra kilengések, azok kapnak egy korrekciót, és ahol az aránykörű út történik meg végül. De hogy nagyon kevesen vannak ezzel választópolgárként is tisztában, hogy az nem úgy megy, hogy én elmondom, és holnapra vannak engedélyei, vannak érvényes közbeszerzése van, és még forrás is van rá, és megvalósul. Tehát nekem az egyik ilyen nagyon érdekes élményem az, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester megválasztása után még az első hónapban elkezdték rajta számon kérni, hogy miért nincs már készen. Tehát van egy ilyen irreális választópolgári elvárás ezzel kapcsolatban, és a tervezésnek nincs megoldásilata. Pedig egy rossz tervből csak rosszul sikerül, de fog
születni, és én nagyon ambicionálom azt, hogy egy olyan terveket készítsünk elő, amik nagyon-nagyon alaposan át vannak beszélve a későbbi használókkal, és már a tervezés során kiszűrjük azokat a fölösleges sallangokat, azokat az önmegvalósító tervezői ábrándokat, amiket a tervezők akkor rajzolnak le, hogyha nincs egy koherens és a használók által meghatározott tervezési program, hogy mi történjen ott és minden történjen ott. Szóval én valahol ennek a kultúraváltásnak, az öltfelületeknek a magasabb szintre emelésének az, hogy vegyük egyáltalán észre magát az öltfelületet, hogy tehát a városok a jelentős része az öltfelület vakságban, falvakságban szenved. Ugye, amikor ide kerültem, akkor az volt az alapállapot, hogy Budapest átlagosan 2000 egészséges fát vágott ki, túl azokon az egészségügyileg indokolt fakivágásokon, amiket muszáj megtenni, éppen az ember a falat egy évben, és nagyon sok betegséggel küzd egy ilyen városi környezetben, tehát a fakivágás az önmagában nem tudható való mutatvány. Viszont arra egyáltalán nem volt mondjuk a fővárosi önkormányzaton belül figyelem, vagy akarat, hogy mondjuk a közmű tervezések, vagy a közműti tervezések, parkoló tervezések, vagy egyáltalán az épület tervezések, azok szempontként vegyék figyelembe, hogy egy csomó meglévő fát veszélyeztetnek, vagy adott esetben várnak ki, és hogyha ezek a tervek máshogy, más vonalon történnek meg, akkor azokat a fákat meg tudjuk menteni. Tehát például az egyik legnagyobb eredménynek ebből a majdnem 4 évből azt tartom, hogy megmentettünk 1600 egészséges fát. Úgyhogy azok a protokollok, amiket nem építünk be a fővárosi önkormányzat döntési folyamataiba, nem történnek meg, akkor ezek a fák már nincsenek. És ugye azt látjuk, hogy egyrészt egy 50 éves fát az maximum 40 év alatt lehet létrehozni, hogy előnyevel fákkal dolgozunk, de hogy az új ültetéseknél szenvedünk azzal, hogy be tudjanak gyökeresedni, hogy be tudjanak állni. Tavalyi aszály az olyan elsöprő erejű volt, hogy már azon is el kell gondolkodni, hogy van-e értelme előnyevel fákat egyáltalán kiültetni közterületre, mert hogy annak ellenére, hogy gyakorlatilag másfél szalányit bocsolatom, mint amennyi a főkertnek az éves programján szerepel, annak ellenére nagyon jelentős pusztulásokkal kezdetnek. Tehát a klímaváltozása az itt kopogtat a nyakunkban, és nekünk egyszerre kell azzal kísérletezni, hogy olyan máshol már kipróbált módszereket próbáljuk bevezetni, amik ezt kicsit tudják enyhíteni, vagy tudunk alkalmazkodni. De ez a mélylegelő program is egy ilyen mély alkalmazkodásról szól. Tehát nem csak az az értelme, hogy leporzókat mentünk, amik egyébként nem házi méhek, tehát hogy ebben is van egy óriási nagy félreértés, hogy a házi mér az egy házi állat, olyan, mint a kutya, macska, ló. És még van 246 faj, ami vad leporzása képes, és az ipari mezőgazdaság áldozata lesz. És érdekes módon a mai Magyarországon a ökológiai menedéket a természetvédelmi területeken és a nagyvárosokban tudjuk ezeknek a beporzókban biztosítani, mert a nagyváros még nem vegyszerezők szalvá előzésre. De hogy embervédelmi okokból nem használunk olyan nagyon kemény vegyszereket, amit minden további nekünk használunk egy nagy mezőgazdasági tárgyalmány. És hát az is az értelme, hogy egyébként ezek hatalmas ökológiai kényelmű felületek. Tehát talán mindenki ismer közösségi médiában olyan képeket, ahol megmérik a felszínűséget.
képest is több fokkal alacsonyabb a minőségben. Szóval ezek a területek, ezek megkötik a hajnali párát, állományklímát alkotnak, párolgatnak, fűtik a várost. Szóval sokkal-sokkal több funkciójuk van, és ennek érdekében nem nagy területen, hanem mindössze 5%-án annak a kaszály területnek, amit mi gondozunk, el kell viselni azt, hogy itt nem az esztétika az első, hanem az ökológia. Tehát, hogy a szépséget néha a hasznosságra kell tudnunk cserélni. Köszönjük szépen, közben lejárt az az idő, ami rendelkezésre a beszélgetés első napjára, de van még két rövid kérdés, azt mindenképpen feltenném. Ardóczi Sándornak az egyik nagyon rövid, rapid, azonnali projektje, zárója 10 év, az a Budapest magkeverék projekt, és annak a kifejlesztése, amiről ő maga mondta, hogy hát ez körülbelül olyan 10 év lesz. Elmondaná, hogy egyrészt mi is ez, és mi ennek az ökológiai funkciója tulajdonképpen. Ha jól tudom, akkor ez valójában nem is egy dolog, hanem inkább több, tehát hogy ebből valószínűleg többféle valami is lesz. Mi ez a Budapest magkeverék, és miért fontos Budapest számára? Egy olyan helyzettel állok szemben, hogy magkeverék, hogyha valaki vadvirágos magkeveréket szeretne vásárolni, és bemegy a boltba, akkor kis mennyiségben kap olyan magkeveréket, amik Magyarországon termeltek meg, magyar éghajlati viszonyok között, és nagyjából őshonos vagy mondjuk a mi klímánkon jól működő fajokat tartalmaz. Nagyon, nagyon kicsi mennyiség. És van egy földebbi lépcső, egy viszonylag nagy mennyiség, ahol szembe találjuk magunkat Hollandiából, Németországból, Angliából származó, alapvetően atlanti klímán nevelt vadvirágos magokkal, amikkel két probléma van. Itt a kontinentális klímán ezeknek a döntő többsége nem fog tudni működni jól. És a másik probléma, hogy belekeveredhetnek olyan fajok, amik inváziós veszélyt jelentenek. Tehát például a kanadai aranyvessző, ami most egész Bakonynak a tisztásait elleti, az egy Magyarországra kertészeti dísznövényként beolvott növény volt. És ma már elpusztította a Bakonynak, a vértesnek az őshonos látszázó növényállományának a jelentős részét a inváziós terjeszkedéssel. Tehát alapvető problémánk az, hogy nagy mennyiségben képtelenek vagyunk vetni. Kis mennyiségben tudtam, pünkösfürdőparkban vagy most talán vérmezőn. Történtek ilyen bakkeverék általi vadvirágos rét fejlesztések. De hogyha arról beszélünk, hogy ezt 30 hektáron kérne csinálni, akkor nincs az a mennyiség, amit végig tudunk hozni. Éppen ezért, amikor elkezdtük ezt a programot csinálni, akkor azt mondtuk, hogy azt fogjuk csinálni, amit a természetvédelmi területeinken van a Földben egy bizonyos magunk, olyan növények, amik képtelenek, amiatt virágot hozni, mert hogy állandóan kaszáljuk őket, és ott feleresztjük ezeket az állományokat, hogy virágozzanak, hozzanak magot, kérlejenek magot, és terjeszkedjenek, és folyamatosan versenyűek 5-10 év alatt kiszorítsák a uralkodó kifélléket, és ezáltal nagyon biodiverzitást teremtsenek meg. És elkezdtük ezeket monitorozni, figyelni. Az első évben már előállt egy olyan fajta lista, ami 4 budapesti élőhely típusra listázta, hogy mi lenne az ideális Budapest számára, milyen fajokat kellene nagy tömegben szaporítani, csíraképes maguk formájában előállítani, hogy ebből egy Budapest magkeverék legyen. Ehhez ma Magyarországon hiányzik a háttéripar, és borzasztóan sok kutatás fejlesztéssel, európai uniós forrással, olyan háttéripari partnerekre lenne szükség, amik képesek lennének ezt a fajta listát eljutatni a
a négi pártom engedélyezve 900%-ig síraképes, kereskedelmi formában hozható Budapest magkeverékig. Ha én emlék Auliába és emlék egy bármelyik átveszem terve, és azt mondom, hogy kérek Sussex-i mezőre jellemző magukat, akkor azt mondják, hogy parancsoljon olyan. És igazából mi ezt szeretnénk elérni. Úgyhogy nem biztos, hogy egy 10 éves projekt lesz, hanem 10 évet minimumnak mondtam. Ehhez kell egy nagyon jó kutatófejlesztő háttér, több ilyen kutatóbázissal tárgyalatunk már. Legígéretesebb nekünk a Pannon Reading látszik, ők Európai Uniós forrásra várnak. Hogyha ez sikerülne, akkor onnantól számolva 10 év alatt azt tudnám mondani, hogy ha valaki bemegyik a Zubiba, akkor találhat egy olyan Budapest magkeveréket, amit sem mondjuk a Budapest címmel, egy főkert logója is szerepel, és az bárhol elvethetik bármelyik családi ház kiskertében, mert hogy azzal az ökológiai szintet emelni fogja, és nem veszélyezteti mondjuk a környező természetvédelmi területet, a ökológiai állapotát. Köszönjük, és az utolsó kérdés. A Jókai Móra 19. század végén azt írta Budapestről, hogy ez az a város, ami két hetente a Sirokkó keresztül gázol. A Sirokkó az egy ilyen pornihar jele. És ez azért volt így, mert több száz éven keresztül Budapest lakossága Budapest körüli erdőket tűzifa forrásként használta, és le voltak pusztítva ezek az erdők. Látjuk, hogy ez nem így van, jobb a gyertőségek vannak a budai oldalon is, meg a pesti oldalon is, a külső részeken, de azt lehet látni, hogy még hát egy laikus számára a budai erdők azok olyan természetes erdőknek tűnnek, ezek a pestiek, ezek meg ilyen telepített félék, én egy csomó gyalogakácot is láttam egyébként. Mit lehet gondolni, hogy építészeti szempontból milyen feladatok vannak ezekkel a pesti, olyan azokkal az erdőségekkel, amiben egy csomó egyébként idegen faj megtalálható? A budai erdőknek a jelentős része is telepített, de egy nagyon okos erdőmérnöki egy évszázadon keresztüli erdőmérnöki beavatkozásnak a következtében ezek jellemzően őshonos fajokkal vannak tele. Persze van néhány olyan budai erdőterületünk, ami őserdő, benne tartalmaz azokat a igen koros fákat is, különböző évjáratokban, amik az erdőnek az eredeti állapotát mutatják, ugye a normafa környéken találunk ilyen erdőket, és érdekes módon körülne maga a kiválási tulajdonban kezelésben lévő Matritini Dunaparton is ilyen erdőket találunk, ott vannak a főváros legnagyobb fái, erről nagyon keresen tudnak. A pesti oldal az jellemzően a 19. században egy fátlan, homokos, löszös pusztaság volt, ahol az egykori orvosokban, mérésekben előfordultak erdőfoltok, ugye ilyen volt a Városliget is, ami annak ideje a Városerdő néven volt ismeretes, és nagyon kevés volt valóban az erdős állomány, és ez a pesti oldalon pont emiatt a polgiharok miatt kezdődött el ennek a bizonyos zöld gyűrűnek a kiépítése, és hát az akkori korszállam szerint elsősorban olyan növényeket használtak, amik megkötik a homokot, például nagy mennyiségben használtak akácot, ami nem egy őshomos faj, egyébként invazív, tehát például a városban a hatályos törvények szerint az alapfajt nem is lehet ültetni. És hát van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy izsarolja a talajt, és a környezetében nem enged más élni. Tehát egy ilyen nagyon monokultúrás erdőképet kapunk. A fővárosnak nagyon kevés erdeje van, 309 hektár, és ezek nagyon mozaikosan helyezkednek el,
ezek között van olyan erdő, ami másfél hektár, vagy még annál is kisebb. És ezekben nagyon nagy az invazív fajoknak, vagy az idegenhonos fajoknak az aránya. Mi készítettünk egy olyan ütemtervet, üzemtervet, ami minden ilyen erdőnket föltérképezi, és a következő 10 évre meghatározza, hogy a folyamatos erdőborítás elve mellett oltóként hogyan kell úgy beavatkozni, hogy ezen a nagyon degradált állapoton fokozatosan változtasson. Ugye ez se egy rövid távú projekt, ugye egy jó erdész az 70 évben gondolkodik, mindig azt szoktuk mondani, hogy bárcsak ők foglalkoznám a politikával, mert akkor nem 3-5 évig tartana a vízió, hanem hosszú távon is lenne valami. Tehát, hogy nyilván ez egy hosszú távú projekt, de azt gondoljuk, hogy ezek a kis élőhelyek, ökotonok, amiknek az átalakításával tavaly ősszel kezdtünk el belefogni, azok képesek egy olyan ökológiai hátteret biztosítani, amik egyrészt menedékként szolgálnak az élővilágnak, másrészt pedig úgy tudják élni azt a következő 70 évet, ahol a legrosszabb vízió szerint már erdő sem lesz, mert hogy nem lesz képes zárolni az erdő olyan csapadék összegeket, olyan szárazságokat, létszárazságokat. Bocsánat, az elem megadta magát. Hogy hát a legrosszabb forgatókönyvek szerint az is kérdéses, hogy a budai hegyekben egyáltalán lesz erdő 70 év múlva. És mi ennek próbálunk előre menni alkalmazkodással lehet. Alkalmazkodás pedig biológiai és sokféleséggel képzelhető el. Tehát, hogyha a fajoknak a számát megemeljük egy területen, azzal azt segítjük előtt, hogy egy vagy két faj az képes lesz a legextrémebb időjárási szélsőséget elviselni. Ha kevés fajjal dolgozunk, ha monokultúrával dolgozunk, akkor hogyha bejön egy fajta specifikus kártevő kórokozó, akkor 20-30-40 év munkáját tesszük azonnal tönkre. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy nagyon sok fajra dolgozzunk, és teremtsünk egy olyan háttérbázist, ami a legvalószínűbb módon képes lesz a túlélésre. A természeti programunk az erről szól. Bartoszi Sándornak köszönjük a beszélgetést, önöknek a kitüntető figyelmet. Hamarosan jön a vacsora, és kérem, ne felejtjék, a vacsorát követően a beszélgetés második körében az önök kérdéseit fogom felolvasni a vendégünknek, Tünde fog majd segíteni, és mindenki kap papír. Köszönjük szépen!